Na hát, hogyha a Szeged szempontjából valami pozitívumot ki szeretnénk emelni ebből a meccsből, akkor az, hogy egészen sok játék lehetőséget kaptál, és éltél is vele. Számítottál hogy arra, hogy több mint egy fél időt fogsz védeni? Nem számítottam rá, tudtam, hogy játszani fogok, és de úgy voltam vele, hogy ha egy percet is kapok, akkor megpróbálom meghálálni a bizalmat, és minél jobban teljesíteni. A Szeged szurkolóknak tetszett a teljesítményed, hiszen többször is skandálták a neveded, ezt hallottad? Igen, volt, amikor szerintem nem, de nagyon jól esett, és nagyon sok erőt adott. Ugye például akkor, amikor Fabregasnak el szerette volna csavarni a lábod mellett a labdát, ha jól láttam, és azt is kivetted, zicserbe volt, aztán Omar Jajának is védtél egy zicsert, akkor is értettek, de neked melyik volt az a védés, amire a legbüszkébb vagy? Nekem most hirtelen az első fél időben, amikor az dupla védés volt, és szerintem ott megszakadt egy gát, megtört egy gát nekem, és aztán jött a többi is a második fél időben. Ugye a csapat szempontjából viszont nem volt sikeres ez a mérkőzés sem, ugyanúgy héttel kikaptatok, ahogy otthon. Mivel volt most ez a Veszprém ennyivel jobb, hogy összesítésben 14 góllal jutottak tovább? Szerintem a két mérkőzés alapján a sok technikai hiba és az eladott labda megbosszulta magát, amit a Veszprém mindig gyors gólokkal tudott minket büntetni, és ez volt a legnagyobb különbség. Ugye volt a másik fél időben egy időszak, amikor 8-szor elmentek, és visszajöttetek 4-re, és ott volt egy, hát talán éppen csak átment a gólvonalon, ott nagyon mérges is voltál, hogy megadták a bírók azt a találatot, azt te hogy láttad? Hát ezt úgy láttam, hogy nem volt bent, és mérges vagyok, hogy megadták, de most megpróbálom engedni. A következő mérkőzésre koncentrálunk a Pler ellen szombaton, és én az élet, megyünk tovább. Most itt a Bajnokok Ligájában nektek befejeződött a szereplés, de azért voltak szép győzelmeitek, például legyőztétek azt az Áborgot is a csoportban, amely majd a Veszprém ellenfele lesz a negyed döntőben. Hogy értékeled ezt a szezont a Szegednek itt a Bajnokok Ligájában? Szerintem egy jó szezon volt a csoportkör. Nyilván voltak meccsek, amik kikik voltak, abból nyertünk is, meg veszítettünk is. Összességében egy pozitív szezonra értékelem, én úgy érzem.